Tavasszal a város több pontján különböző forrásokból került sor a Mászlonyi út, a Radnóti utca, Erkel-Ferenc és Csiky Gergely utca közötti szakasza, valamint a Fészek utca aszfaltozására. Most ősszel 40 millió forint összegű támogatásból a Gárdonyi utca, illetve a Fő utca, 3. utcai csomópont és a 9. utca közötti szakasz útburkolatának teljes körű felújítása valósulhatott meg. Az idejében több mint 100 millió forint értékben sikerült Dombavár között hálózatát javítanunk, illetve a kórház mellé több mint 70 főres parkolót megépíteni. Remélem, hogy ez a parkoló végre már sok ember elégedettségét fogja szolgálni, és kulturált körülmények között lehet parkolni a kórház mellett. Az úthálózat felújításával telibet tudtuk aszfaltozni a Radnóti utcát, a Gárdonyi utcát, illetve pillanatnyilag most állunk egy martaszfaltos úszható technológiával a Lidli melletti hosszú útszakaszt. Az útpatkázások tekintetében sem vagyunk elmaradva a vállalásainkhoz képest, hiszen Gárdonyi utcába, Csokonai utcába sikerült ezeket a feladatokat megoldanunk. Nagyon fontos, hogy a közeljövőben, akár napjainkban is el fog készülni a gimnázium előtt a parkoló. Azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk, hiszen az időjárás mindig engedte, hogy még november közepén is dolgozunk. Ezt a megkezdett folyamatot szeretnénk jövőre tovább folytatni, és lehetőség szerint minél több utat felújítani dombaváriak számára. Az egy évvel ezelőtt megválasztott új városvezetés kiemelkedő feladatának tekinti a városi infrastruktúra korszerűsítését, fejlesztését. Elkészült a 70 férőhelyes parkoló a Dombovári kórház mellett 3 akadálymentes leállóhely kialakításával. A Dombovári Szent Lukács Kórház a kistérség valamennyi településéről fogad betegeket, ezért is tartotta fontosnak Dombovárváros önkormányzata a korábbi silány minőségű kivitelezés helyreállítását. Jelenleg folyamatban van az I.S. Gyula Gimnázium reggeli parkolási nehézségeinek megoldására a Bajcsy-Zsilinszky utcában a parkoló megépítése, amely még novemberben elkészül. Továbbá elindult a vasútállomás parkoló bővítésének folyamata is.